Dehogy is. Ugyan már. Ezt a fieséget. Korrigáló. Sziasztok! Molnár Ábel vagyok, a Komarnicki Gyula THS-e hegymászója. Ez itt a Korrigáló, a hegymászónaplom YouTube csatorna első videósorozata. A sorozat célja olyan interneten fellelhető tartalmak korrigálása, amelyek hegyekkel és hegymászással kapcsolatosak. Elsősorban YouTube videók lesznek a fókuszban, de a későbbiekben szóba jöhetnek más platformokon, például Facebook, Instagram, Twitter található posztok, vagy akár blogok, honlapok, weboldalak is. Az első részben a Pandora Hu csatorna egyik videóját fogom korrigálni. Lássuk! A videó címe: Miért hagyják hátra a társaikat a hegymászók az Everesten? A pont, ahonnan nincs visszatérés. 2022. január 4-én lett feltöltve, és már több mint 430 ezer megtekintés van rajta. A leírás úgy, ahogy rendben van, térjünk rá magára a videóra. A hegynek három neve van, melyek közül a leggyakrabban használt az Everest. Ezt a nevet 1865-ben kapta Sir George Everest tudósról, aki elsőként határozta meg a hegy pontos helyét és magasságát. Tibet lakosai a hegyet Csomolungmának nevezik, aki a világegyetem istennője. A tibeti elnevezés pontos jelentése úgy tudom Szent Anya vagy a világ anyja. Átlagban a hegymászók mindössze 50%-a ér fel a csúcsra, a többiek nem bírják végig, valahol visszafordulnak. A sikerességi arányszám azért nem tudható le egy mondattal, mert ha megnézzük a különböző évtizedeket, akkor láthatjuk, hogy nagyon változó. Míg 1970 és 1979 között 20% alatti, addig a 2010-es években 60% feletti volt. Valójában a feljutáshoz oxigénpalackokat kell használni. Nem, nem kell. Viszont a legtöbben valóban pótlólagos oxigén használatával másszák a hegyet. 1978-ban az osztrák Reinhold Messner és Peter Habeler hegymászó történelmet írtak, ugyanis oxigénpalack használata nélkül mászták meg az Everestet. Egészen addig ezt lehetetlennek tartották. Mert 8000 méter felett kezdődik az úgynevezett hold zóna. Milyen hold zóna? Halálzónának hívják, nem hold zónának. David Brecher, amerikai hegymászó, egyszer egy olyan hosszú távfutáshoz hasonlította a 8 kilométeres csúcs megmászását, amely során szívószálon keresztül kell lélegezni. A hegyek magasságát méterben vagy lábban szoktuk megadni. A nézettséghajhászok szeretik kilométerben mérni a hegyeket, mert így szerintük jobban hangzik, de szimplán csak idegesítő. Ráadásul akkor már miért nem 9 kilométer? A 8848 méter közelebb van a 9 kilométerhez, mint a 8-hoz. Fontos megjegyeznünk, hogy az 5300 méter magasságban található alaptáborhoz vezető út és maga az emelkedő körülbelül 3 hónapig tart. Hülyeség! Manapság a legtöbb kereskedelmi Mount Everest expedíció nagyjából 2 hónapig tart, 55-65 nap, Katmandutól Katmanduig, de vannak, akik alig másfél hónap alatt tudják le az egészet. Az emberi test nem alkalmazkodik ilyen gyorsan az extrém körülmények között végzett tevékenységhez, ezért a hegymászóknál nem ritka az agy vagy a tüdő duzzanata. Gyanítom, itt duzzanat szó alatt az agyödémára és a tüdő ödémára gondolt a költő. Nehézség továbbá, hogy az Everest tetején 320 km-es óránkénti sebességű szél fúj, ami már egy erős hurrikán erejének felel meg. Te mégis mi a szarról beszélsz? Elképzelhető, hogy egyszer mértek már ott ekkora szelet, de az nem jelenti azt, hogy mindig ilyen erősségű szél fúj a csúcsrégióban. Az interneten olyan információt találtam, miszerint a legnagyobb mért szélsebesség 280 km/h volt az Everest csúcsán, méghozzá 2004. februárjában, ami mászó szezonon kívüli időszak. Van rá esély, hogy az év egy bizonyos szakaszában rossz idő esetén eléri a szélsebesség a 320 km/h, viszont mászó szezonban az átlagos szélsebesség az ennek pont a fele, tehát 160 km/h. Már ez is bőven elegendő ahhoz, hogy valakit lefújjon a gerincről. Előfordultak esetek, amikor a hegymászók elkezdtek levetkőzni, holott az Everest tetején -20, -30 Celsius fok van.
még azok között is előfordult ilyen, akik józan elmével és jó emlékező képességgel maradtak. A test egyszerűen nem képes adaptálódni, tiltakozik a halott zónában. Na, most már halott zóna. Ha tudnád, hogy mennyire bántja egy hegymászó füleit ez a holt zóna meg halott zóna, nettó egy perces utánajárással elkerülhető lett volna. Ráadásul nem kell nagyon kutakodni, mert már a Wikipédián is olvashatunk a halál zónáról. A nem tiszta gondolkodás és a döntéshozatali problémák ahhoz vezethetnek, hogy a hegymászó eltéved, elfelejti rögzíteni a biztonsági köteleket, vagy nem kapcsolja be időben az oxigénellátást. A fix köteleket nekik nem kell rögzíteni, ugyanis az a serpák feladata minden szezon elején. Az első mászási kísérletet 1953. május 29-én tette meg az új-zélandi Edmund Hillary és Tenzing Norgay segítő. Óriási hülyeség! Az első mászási kísérletet nem ők hajtották végre, ugyanis a britek már az 1920-as években próbálkoztak. Korábbi felderítések és útvonalkeresések után egészen pontosan 1922-ben volt az első olyan brit hegymászó expedíció, amelynek kifejezett célja volt feljutni a Mount Everest legmagasabb pontjára. A segítő kissé lealacsonyító a legismertebb serpának, ő nem más néven serpa, hanem serpa. A serpák egyébként örökletesen alkalmazkodnak a magassághoz, körülbelül 4 kilométeres magasságban élnek, és egy hegymászó csoportban végzik el az összes nehéz munkát. Legfőképp kellékeket és felszereléseket szállítanak. Ez mind szép és jó, csak az a helyzet, hogy a mászóserpáknak egyáltalán nem ez a fő feladatuk, ugyanis az élelmiszerek, a felszerelések és a kellékek cipelése a magashegyi teherhordók munkája. A közhiedelemmel ellentétben a serpa nem egyenlő a teherhordóval. Elő szokott fordulni, hogy a serpák is szállítanak ezt-azt a klienseknek, de ettől függetlenül ők hegyi vezetőként vannak jelen. Csalóka, mert ahogyan nem minden serpa teherhordó, úgy nem is minden serpa hegyi vezető. Legegyszerűbben talán úgy lehet megkülönböztetni őket, hogy a magashegyi teherhordó munkája az alaptáborig tart, a hegyi vezető, avagy mászó serpáé pedig ott kezdődik. A helyzet az, hogy az Everestnek van egy pontja, ahonnan már nincs visszatérés. Ez 7900 méteres magasságban található. Mi az, hogy nincs visszatérés? Több helyen annyira hülyén van megfogalmazva a mondandó, hogy elképesztő. Persze a laikusoknak ezt simán be lehet adni, onnan már nincs visszatérés. Nem igazán értem, hogy mit akart ezzel mondani, de ugyanígy nem értem a 7900 métert se, hiszen a halál zóna 8000 méternél kezdődik. Felette már nem lehet segíteni egy haldokló hegymászón, ha nem tud önállóan mozogni. Teljes felszerelésben, meleg ruhában, cipőben... Cipőben? Jesszus! Szeretnék az ön segítségére sietni. Tehát, a tisztánlátás véget. Ez egy cipő. Ez egy expedíciós magashegyi bakancs. Van egy kis különbség a kettő között, és nem csak árban. Ne. Felfelé menet az oxigén mennyisége a felére csökken, a szervezet lassabban kezd dolgozni. Kevesebb, mint a felére. A csúcson, a tengerszinti levegőhöz képest az oxigéntartalom már csak cirka 33%. A halottak testét az időjárás gyorsan megemészti, először átfagynak, majd befagynak. Én inkább azt mondanám, hogy megfagynak, mert befagyni a tavak és a folyók szoktak. Azok a hegymászók, akik soha nem tudták meghódítani az Everestet vagy más csúcsot, örökre a hegyeken maradnak. Ennyi is lehet az ára egy mászásnak, és bizonyos értelemben egy álom megvalósításának. Megint annyira szalóba megfogalmazva, hogy hihetetlen. Vannak olyan hegymászók, akik sikeresen elérik a csúcsot, de lefelé menet életüket vesztik, ezáltal ők is örökre a hegyen maradnak. Szándékosan úgy mondja ezt, mintha csak a kudarcot vallott mászók halnának meg az Everesten, holott a sikeres csúcsmászókra ugyanúgy leselkedik ez a veszély. Akik már több csúcsot meghódítottak, azt mondják. Legtöbben az Everestet igyekeznek megmászni, mert ez elsősorban önmagunk számára a legnagyobb kihívás. Legtöbben. A 8000-esek közül valószínűleg igen, de oda kéne figyelni arra, hogy a mondat ne legyen félreértelmezhető. Ugyanis az Everesttel az elmúlt évek statisztikái alapján évente pár száz, nagyjából 800-900 ember próbálkozik, míg például a Kilimandzsáróra éves szinten 30-35 ezer ember jut fel. Ne. Ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek,
és kíváncsian várom a kérdéseket, véleményeket kommentben. Ha tudtok bármilyen hegyekről, hegymászásról szóló YouTube videót, legyen az oktatócsatorna vagy influencer által készített tartalom, akkor nyugodtan küldjétek el nekem a Hegymászónaplón Facebook vagy Instagram oldalon. Találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!